Ismét tüntettek a sárga mellényesek Párizsban és több francia településen. Az eredetileg az üzemanyagadó felemelése ellen indult tüntetés sorozat már 12. hete tart Franciaországban. A mostani tüntetések miatt a belügyminisztérium 80 ezer rendfenntartót mozgósított, közülük 5 ezeret csak Párizsban. A francia fővárosban felvonuló több ezer sárga mellényes szombati demonstrációjának középpontjában éppen a rendőri erőszak állt. A tüntetők főként az ellen tiltakoztak, hogy a kormány pénteken felszólította a rendőrséget arra, hogyha szükséges, használjon az Európa nagy részében tiltott gumilövedékeket a rendbontók ellen. A szemükön vagy a homlokukon többen is kötést viseltek, így utasítva el a rendőri erőszakot. Ismét tüntettek a sárga mellényesek Párizsban és több francia településen. A francia fővárosban a tüntetők egy csoportja összetűzésbe keveredett a rendőrökkel, akik könnygázzal oszlatták szét őket. A Párizsban felvonuló 10-15 ezer ember demonstrációjának középpontjában éppen a rendőri erőszak állt. A 12. hete tartó tüntetések során eddig 10-en vesztették életüket, és több mint 2000-en sérültek meg. Ez a 40 éves tüntető azt mondja, hogy szerinte túlzóak a rendőrség reakciói. Sok sérülttel áll kapcsolatban, akik egyáltalán nem erőszakos emberek. Személy szerint az erőszak ellen vagyok, bármelyik oldal követi is el. Minden sérültet sajnálok, de legyünk reálisak, sokkal többen vannak ilyenek a sárga mellényesek, mint a rendőrök között, tette hozzá. A tüntetők főként az ellen tiltakoztak, hogy a rendőrök gumilövedékes puskákat is bevetnek a sárga mellényesek ellen. Azért tartottam fontosnak, hogy itt legyek, mert így személyesen oszhattam meg másokkal a történetemet, mondja ez a sérült, akit egy gumilövedékkel a november 24-i tüntetésen találtak el. A sárga mellényesek azt állítják, eddig már 20 tüntető vakult meg az egyik szemére hasonló sérülés következtében. Az ember felveszi a szemüveget, megragadja a gumibotot és eljátsza a ráosztott szerepet. A körülmények hatalma. Sorozatunk mai adásában. A pszichológia ösvényein. A pszichológia fő érdeklődési területe az egyén. Az, hogy miként viselkedik, mit gondol és mit érez, ha csak őt vesszük figyelembe. A szociálpszichológia azonban az emberi viselkedést ennél szélesebb, társas kontextusban vizsgálja. A szociálpszichológusok arra kíváncsiak, hogy az emberek hogyan hatnak egymásra. A társadalom képezi az egyén életének hátterét. Az emberek közösségben élnek és befolyásolják egymást. Ám ez a társadalmi kontextus néha ellenünk dolgozik, testi és lelki épségünket, sőt néha az életünket is fenyegeti. Diesen Deutschland, den Stut, wird heute Deutschland in stolzer Freude spielen. A szociálpszichológusok természetesen keresni kezdték a jelenség okait, vajon hogyan képes egy diktátor racionális embereket vakon engedelmeskedő tömeggé változtatni. Amerikai kutatók kezdtek el foglalkozni azzal, hogy a vezetők miként befolyásolják közvetlenül a követőik viselkedését, illetve hogy a csoportok hogyan változtatják meg az egyén viselkedését. A kutatócsoport vezetője Kurt Lewin volt, aki maga is a náci Németországból menekült el. Lewin azt akarta kimutatni, hogy az olyan fontos társadalmi kérdések, mint amilyen például a vezetői hatalom miben léte, tudományos elméletek formájában is megfogalmazhatók, és szabályozott kísérletekben is tesztelhetők. Egy olyan korban, amikor a pszichológiában nem a való világ valós emberei, hanem a patkányokon végzett laboratóriumi kísérletek domináltak, Lewin dinamikus megközelítése radikális változást hozott. Lewint megdöbbentette, hogy a diktátorok milyen nagy mértékben képesek az egyén viselkedését befolyásolni. Mihelyt az emberek egyenruhát húznak, már is nem egyénként, hanem a csoport tagjaként kezdik definiálni önmagukat. Ezzel elérkeztünk a szociálpszichológia egyik központi témájához, nevezetesen, hogy a társas helyzet jelentősen befolyásolja az egyén viselkedését. Lewin szerint az emberi viselkedés az egyén és a társas környezet kölcsönhatásának a következménye. Ez azt jelenti, hogy a társas kontextus manipulálásával sokszor kihozhatjuk az emberből a legjobbat, de a legrosszabbat is. Egy másik kísérlet azt bizonyította, hogy még a legegyértelműbb érzékleteink is manipulálhatók.
Önök mit gondolnak, a jobboldali vonalak közül melyiknek a hossza egyezik meg a baloldali vonaléval? A helyes válasz természetesen a B. Ez mindenki számára egyértelmű, akinek nincs baj a látásával. Vagy mégsem? Képzeljék el, hogy részt vesznek egy kísérletben, amelyről úgy tudják, hogy a vizuális ítélőképességet méri, holott valójában a konformitás jelenségét vizsgálja. A többiek furcsa módon egytől egyig a C-t és nem a B-t jelölik meg helyesnek. Önök következnek. Vajon önök mit válaszolnának? Solomon S. vizsgálatában a kísérleti személy kivételével mindenki beépített ember volt. Ebben a helyzetben a kísérleti személyek 70%-a legalább egyszer a többség nyilvánvalóan rossz döntésével értett egyet. Akik pedig kitartottak saját nézetük mellett, gyakran kényelmetlenül érezték magukat, mert nem alkalmazkodtak a többséghez. Nem jó. A végletes konformizmust... 195 volt. A vezetőnek való vak engedelmeskedést egy nagy vihart kavart laboratóriumi kísérlettel szemléltették. A kísérlet Stanley Milgram nevéhez fűződik, aki Solomon S. tanítványa volt. Milgramet az érdekelte, hogy a nácik gonosz tettei pusztán az egyes egyének személyiségi zavaraiból adódtak-e, vagy netalántán megfelelően befolyásos körülmények között mindenkiben megvan a gonoszságra való képesség. Milgram azt akarta kideríteni, hogy az emberek milyen messzire képesek elmenni a parancs teljesítésben. Vajon az átlagember is képes lenne a halálba küldeni ismeretleneket, ha arra utasítást kap? Milgram a kísérleti személyeknek pénzt adott azért, hogy részt vegyenek egy kísérletben, amelyről azt mondták nekik, hogy a memóriát vizsgálja. A kísérleti személynek az oktató szerepét kellett eljátszania. Kérem, jöjjön be és üljön le ide. Tegye le az akóját a széktámlájára. A kísérletben a laborköpenyt viselő kísérletvezető képviselte a hatalommal bíró tekintét. Ő és a tanuló, akinek állításuk szerint az emlékezetét tesztelték, Milgram beépített embere volt. És hogy a kísérleti személynek hogyan kellett segítenie a tanulónak memóriája fejlesztésében? Úgy, hogy minden hibáért büntetésként áramütést adott neki. Ez a készülék elektromos áramot fejleszt. A kapcsolókkal áramütést adhat a tanulónak. Eleinte még enyhe volt az áramütés, ám minden hibáért egyre nagyobb büntetést kellett adni, amíg végül az áram elérte a halálos mértéket. A tanuló valójában természetesen nem kapott áramütést, de a kísérleti személy ezt nem tudta. Engedjenek ki innen! Engedjenek ki! Rossz a szívem! Folytassa! Folytassa! Piros! Nem jó. Ez most 330 lesz. A helyes válasz, gazdag fiú. Engedjenek ki innen! A szívem rendetlenkedik! Engedjenek már ki, hallják! Engedjenek ki, nincs sok mit tartani! A következő szavak, gyors! Engedjenek ki! Madár, autó, vonat, repülő! Folytassa, kérem! Önök mit tennének egy ilyen helyzetben? Folytatnák a tesztelést? Nem jó, ez 345 lesz. A helyes válasz gyors madár. A következő tompa. Akkor
Akkoriban 40 szakértőt kértek meg arra, hogy becsülje meg a kísérleti személyek reakcióját. Azt mondták, hogy a többség nem megy majd 150 volt fölé, és hogy csak 1000-ből egy ember menne el egészen 450 voltig. Ez az egy a szadista hajlamúak közé tartozik. Nos, valójában a kísérleti személyek kétharmada ment el a halálos adagig. És bár sokan tiltakoztak, a legtöbbjük mégis engedelmeskedett a kísérletvezetőnek. Megkérdeztem Stanley Milgramtől, hogy azok közül, akik abbahagyták a kísérletet, hányan segítettek a tanulónak anélkül, hogy erre a kísérletvezetőtől engedélyt kértek volna. Milgram azt mondta, egyikük sem. A vak engedelmesség tehát nem csak a fasiszta mentalitásra jellemző. Ez az alapvető emberi lét része, amelyet a körülmények hívhatnak életre. 100 meg 100 ember engedelmeskedett a kísérletvezetőnek, köztük férfiak és nők, fiatalok és idősek egyaránt. Amikor az emberi viselkedés egy-egy furcsa megnyilvánulását akarjuk megérteni, például a náci őröknek, vagy az említett kísérlet engedelmes oktatóinak a viselkedését, azt legtöbbször az egyén személyiségével igyekszünk megmagyarázni. A viselkedést hibásan, pusztán az egyén személyiségének tulajdonítjuk, és közben alábecsüljük a helyzet, a körülmények szerepét. Ezt hívják alapvető attribúciós hibának, és ebben mindannyian beleesünk. Egyrészt azért, mert a kultúránk különösen nagy hangsúlyt fektet az egyéni teljesítményre, másrészt pedig, mert nem szívesen valljuk be, hogy mi magunk is milyen könnyen manipulálhatók vagyunk a körülmények által. Le président des riches, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est ce que vous pensez? Non, ce n'est pas vrai. Il est le président des très riches. Vous avez ma réponse? D'accord.